Rövid turisztikai és gazdasági körkép. Nyíregyháza vezetése az Egyesült Arab Emirátusok nagykövetének foglalta össze a Városházán, milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt években, valamint hogy milyen beruházásokat terveznek a közeljövőben. A nagykövetőr először van itt Nyíregyházán, de azt gondolom, hogy már a beszélgetés során addig mentünk, mint a harmadszor lett volna, túlmentünk a protokolláris kereteken, és konkrét együttműködési lehetőségekről is beszéltünk, sőt azt is megbeszéltük, hogy ezt szeptember 2. október 1. felében egy következő tárgyaláson már tovább is tudjuk vinni. A nagykövet elmondta, az emírségek a világ egyik legnagyobb kőolaj és földgáz készletével rendelkeznek. Mára azonban a GDP több mint 70%-a már nem kapcsolódik közvetlenül a kőolaj termeléshez. Hozzátette, hagyományokat tisztelő országa a térség egyik legstabilabb államává vált. Olyan pénzügyi, gazdasági központ lett, amely erős támogató környezetet kínál a vállalkozások, a kutatás és az innováció számára is. A diplomata célja Magyarországon többek között az emírségekben rejlő üzleti lehetőségek megismertetése és a tapasztalatok átadása. The reason I'm here is to make friends. The UAE and my activities and what. Az ok, amiért itt vagyok, hogy barátságokat kössek. Az Egyesült Arab Emirátusok nevében számomra is fontos tapasztalatokat szeretnék megosztani itt Magyarországon. Elkötelezett vagyok abban, hogy a lehető legtöbb város vezetőhöz eljussak, és az országommal közös, lehetséges kapcsolódási pontokat keressek gazdasági, kulturális és egyéb területeken. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy elinduljon egy párbeszéd, ezért vagyok most itt. A lot of opportunities, but again, that requires to start a conversation, and I'm here to do that. Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország 1990 óta tartanak fent kölcsönös tiszteleten alapuló diplomáciai kapcsolatot. Magyarország nagykövetsége 2006-ban nyílt meg az emírségekben. Az Emirátusok Magyarországi Nagykövetsége 2018-ban kezdte meg működését.